Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Az alapszakasz utolsó hazai mérkőzésén itthon fogadta a Kecskemét a Sopron csapatát. Női kézilabdásaink összeszedettebb játéka is kevés volt az Eger ellen. Stúdiónk vendége lesz Sinka, Pálinkás Szofi, Ivkovics Milán és Erki Milán. Eredmények. A KT labdarúgó csapata a szünetet kihasználva Szegeden vendégszerepelt, és Tóth Barna két góljával 2-0 arányban megnyerte a találkozót. Futszalosaink a Berettyó otthonában x-eltek. Eger KT Piroska a férfi kézlabdabajnokságból 40-27 volt a végeredmény. A Sopronnak létkérdés volt a Kecskemét legyőzése ahhoz, hogy bekerüljön a legjobb 8 csapat közé. Így is játszottak Flevarakis mester tanítványai. Az alapszakasz 25. fordulójában a 6. helyzet Sopron volt a Dunaszfa DTKH péntek ellenfele. A mérkőzés előtt néma főhajtással búcsúztunk el a kecskeméti kosárlabdasport ikonikus alakjától, Farkas Istvántól, Bébitől. 5-2-vel indult a találkozó, mire a kékfehérek gyorsan dobtak 11 pontot. Forrai Gábor időt kért és használta a beszélgetést, mert csak 2 ponttal vitte a negyedet a Sopron. A folytatásban beindult a dobópárbaj. Nálunk Borisov, náluk Dörhen volt a pontfelelős, de jó volt nézni a Jones-Wittmann párharcot is. 46-45-re jöhetett a szünet utáni második félidő. Itt már Barnett és Supola is beszállt a pontgyártásba. 14-21 volt a harmadik negyed végeredménye, azaz 60-66-tal fordultunk a záró szakaszra. Valerio Bodon és Joseph három pontosaira biztos kettesekkel válaszoltunk, és így nőtt az olló a két csapat között. 76-86-nál időt kért Forrai Gábor, a negyedet ugyan megnyertük, de a Sopron volt a jobb ezen a mérkőzésen. Really good team today. We knew. Nagyon jó csapattal játszottunk. Volt pár rossz döntésünk, de mindent megtettünk. Következik az ETE, majd a rájátszás, most már ezekre kell leginkább figyelnünk. Csalódott vagyok, hogy kikaptunk, de mégis büszke vagyok a csapatra, hiszen az én megítélésem szerint mindent megtettünk, mindent elkövettünk azért, hogy nyerjünk. Az utolsó leálletünkig küzdöttünk, az igazsághoz hozzátartozik, és természetesen gratulálok a Soproni csapatnak, hogy extrán dobtak, nem tudom, szerintem a szezonban nem dobtak még így 3 pontost, tehát hazai pályán sem. Mi nem mondom, hogy rosszul játszottunk, de nem játszottunk extrán, nem dobtunk extrán, és a kritikus pillanatokban, amikor visszajöttünk, akkor a Sopron mindig úgy talált egy ilyen második szándék, vagy lepattanó után, vagy egy bravúr kosarat. Azt gondolom, hogy egyébként megérdemelten nyerték a mérkőzést, de ha mi nyertük volna, mi is megérdemeltünk volna, ugye a kosárlabdában nincsen döntetlen. Sopron bebizonyított, hogy jó csapat, neki is helye van a playoffba, de azt gondolom, mi is bebizonyítottuk, hogy jó csapatunk van. Köszönjük a szurkolóinknak a mai mérkőzésen is végigbíztattak minket, ugyanúgy az egész szezonban. Arra büszke vagyok és nagyon boldog, hogy azt a célunkat elértük, hogy a playoffba bejutottunk. Viszont amiatt egy kicsit szomorkás vagyok, hogy nem tudtunk örömet okozni a szurkolóinknak egy győzelemmel, hiszen ez volt az utolsó hazai mérkőzésünk az alapszakasz során. Úgyhogy egyszerűbb lett volna a képlet, ha nyerünk. Így azért egy csomó összetevő van, hogy hányadikak leszünk, ezt nyilván nem tudjuk, van még egy forduló. Azt gondolom, hogy ha ezt az energiát és ezt a hozzáállást fogjuk végigvinni, akkor okozunk majd kellemetlen perceket az ellenfeleinknek. We needed one win, we made it already today. A győzelem megszerzése volt az elsődleges cél, mivel egy nyert meccse volt szükségünk a rájátszáson. Örülök, hogy sikerült. Mindkét csapat 20 gólpassz fölé jutott, ami mutatja, hogy mindkét alakulat minőségi kosárlabdát játszott. Az alapszakasz utolsó mérkőzését április 1-én a ZTE otthonában játssza a 8 bavár bejutott Dunaszfa DTKH legénysége. Köszöntöm vendégeimet, Sinka, Pálinkás Szofit és Ivkovics Milánt. Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Az apropója pedig egyszerű. Jó egy héttel ezelőtt aláírtátok az első profi szerződéseket. Milyen érzés volt aláírni egy ilyen dolgot? Mert egy hét eltelt, és azért csak-csak az emberben munkálkodnak érzések, gondolatok, hogy ez kihívás, ez megfelelési kényszer, vagy egy biztonság, kinek mit nyújt, Szofi? Hát nekem elsősorban nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen csapatban játszhatok majd a jövőben, és egy kihívást is jelent ezzel együtt, hogy megfeleljek majd az új csapatba, és minél magasabb szintre vigyem a kosárlabda tudásomat, és mindenben, sok mindenben szeretnék majd fejlődni, és a mostaninál sokszorosítani a tudásomat.
Mikor történt az meg, hogy téged megkerestek, megfigyeltek, hiszen a Sopron basket játékosa leszel, nem akármilyen csapatnak a játékosa? Igen, hát ez úgy történt, hogy én már elterveztem, hogy jövőre szeretnék klubot váltani, mert a Kecskemét eddig mindenben támogatott, de most már szeretnék egy nagyobb csapatba igazolni. De ekkorában? Hirtelen ekkora ugrás? Hát ezt találtam itt Magyarországon a legnagyobb ugrásnak, amit kihívás magam elé állíthatok. És több csapatot megnéztünk, a Sopronhoz elmentem próbajátékra, és ott nagyon tetszett a felkészültségük, az edzők közvetlensége, és az, hogy ilyen sztárokkal dolgozhatok majd együtt. Na Milán, neked mit jelentett? Hiszen te itt kezdted az első naptól kezdve az akadémián. Igen, ugye így még nagyobb dolog, mert ugye először itt edzettem Kecskeméten, abban a csarnokban, ahol most ugye a felnőtt csapatban játszok, és ugye egy nagyon nagy felelősség, meg kihívás is. Mert ugye így, hogy itt kezdtem, kecskeméti vagyok, így azért meg kell felelnem az elvárásoknak. Valahol olvastam, lehet, hogy nem jó a hírforrás, hogy édesapád edzősködött veled és dolgozott veled, és azt mondtad, hogy ő az első, ő az utolsó edződ. Igaz ez? Hát igen, meg ugye mi mindig ez minőséget jelent, vagy személyt jelent? Hát minőséget is, meg személyt is. Meg ugye mi még mindig dolgozunk együtt, és szerintem mindig is fogunk együtt dolgozni, mert én őt tartom a legjobb szakembernek, akivel a legjobban tudok fejlődni. Nagyon nehéz egy apával együtt dolgozni, saját véleményem, ez nem tudom, te hogy vagy ezzel? Az elején nehéz volt, de megszoktuk. És most már tudjuk, hogy ki, hogy tudja ezt kezelni, és most már jól működik. Na Szofi, térjünk vissza rád. Mikor bejöttél, akkor is mondtam neked, hogy 16 évesen elmenni egy idegen közegbe, egy teljesen új közegbe, új iskola, új csapat. Ez hogyan sikerül a szülők együtt megemészteni, feldolgozni? Hát anyukámnak nehezebben. Nyilván más beállítottságúak, mint a férfiak. Apukám könnyebben elengedett, de mindketten tudják, hogy biztonságban leszek, és figyelnek rám, de pár embert azért már ismerek Sopronba, a válogatott csapattársaimon keresztül, onnan. Úgyhogy... Nézted a csapatjátékát, jártál Sopronban. Mit láttál, mit vettél észre, mennyiben más a soproniak játéka? Mi az, amit mindenképpen meg kell tanulnod, be kell illeszkedned, el kell fogadtatnod magad? Talán, hogy ott nagyon tudatos játék van, és mindenkinek megvan a csapatban a konkrét szerepe, és nagyon csapatjátékot játszanak. Kecskeméten is hasonlóak az elvárások, de úgy gondolom, hogy Sopronban technikailag előrébb járnak a játékosok, mint más egyesületekben az országban, és majd ebben kell talán fejlődnöm. Kecskeméten hány edzésed volt, és Sopronban mennyi lesz? Hát Kecskeméten heti 6-7 edzésem van, Sopronban előre láthatólag 8 lesz minden héten legalább, de ez majd attól függ, hogy melyik csapatban tudnak majd berakni, és hol tudok majd játszani. Milyen poszton fogsz majd szerepelni? Hármas poszton fogok szerepelni, de azt mondták, hogy ha esetleg van még bennem pár centi, akkor talán 4-es posztra is lemehetek. Szeretnél? Igen. Jó. Hát egész régóta játszom a csapatban, hiszen a fiatal szabály értelmében mindenképpen kell lennie egy fiatalnak a csapatban, és általában ott vagy. Egészen sokszor jól szállsz be, van, amikor nem sikerül jól beszállni, de általában jól szállsz be. Hogyan tudod fiatalon megértetni magad a öregekkel, vitmanékkal? Hát ugye sok idő volt, még be tudtam illeszkedni, és ők is befogadtak, de most már úgy néznek rám, mint egy teljes értékű játékosra. Ki az, aki leginkább számodra példakép ebben a csapatban? Hát ez egyértelműen Wittmann Krisztián. Ugye, mint magyar játékos, és én nagyon régóta követem az ő útját, mert ugye apával is régóta dolgozott együtt, én Pécsen is rajta nőttem fel igazából. Fizikálisan hogy bírod egyébként? Most már jól. Az elején ez volt, ami szerintem a legnagyobb gyengém volt, amit így észrevettem, hogy fizikálisan nagyon sokat kell fejlődni ahhoz, hogy NBA-ben meg tudjon maradni az ember, de ezen dolgoztam most az utóbbi évben, és most már sikerült. Hány percet szoktál általában a pályán tölteni? Ilyen 10-15 percet. És ez most már simán megy. Igen. Neked, Szofi, mennyi megy úgy általában? Hát én ugye a saját korosztályomban játszok. Végig? Igen, ott 30-35 percet átlagolok. A szerencsém van, hogy az U18-as korosztályban is már pályára léphetek, ott 20-25 percet kapok. Tehát a mesterhelyése tulajdonképpen megvan. Igen, igen. Csak a magasabb osztályban kell meg igazából oda tenni magad. Igen, hát a sokkal nagyobb fizikummal játszanak, úgyhogy majd
ebben még fejlődök. Abban a csapatban kit szúrtál ki magadnak, aki valószínűleg, hogy nagyon-nagyon jó mentorod lehet? Sopronban. Talán a felnőtt csapatban Jelena Brooks szintjére szeretnék majd eljutni. Őt nagyon régóta követem, és nagyon ügyes játékosnak tartom, mind technikailag, mind mentálisan. Hová szeretné eljutni Milan? Mi a csúcs, mi a cél? Hát most így rövid távú célként a Kecskemétben minél meghatározóbb játékos szeretnék lenni, hosszú távon meg eljutni külföldre is, és kipróbálni magam. A Kecskemétben még itt játszok, minél nagyobb szintre eljutatni a csapatot, talán országos bajnokságban érmet szerezni. Hosszú távon pedig majd szeretnék a Sopronban pályára lépni, talán az Euroligában is majd lesz lehetőségem a csapatban, de ez még nagyon sok munka áll addig előttem. Hölgyem, uram, jó utat mindenképpen, sportkarriert. Örülök, hogy itt voltatok, és reméljük az első lépés után jönnek a nagyon-nagyon szép lépések. Köszönöm szépen. A két kölcsönjátékossal megerősített KNK-se egészen biztató játékot mutatott a bajnok esélyes Eger ellen. Az Illboyhoz tartozó Eger fogadta a KNK-se a vasárnapi mérkőzésen. Ősszel egy pontot elhoztunk tőlük, de azóta az Eger a feljutásos esélyes csapatok közé verekedte be magát. A 6. percben 3-3 után a feketék elléptek tőlünk, és 5-6 gólos vezetéssel kézben tartották a mérkőzést. Kétszer emberelőnybe is kerültünk, sőt 7 támadóval is próbálkoztunk, de nem tudtuk kizökkenteni őket a ritmusokból. 30 perc játék után 13-22 állt a táblán. A szünet után is maradt a 10 gólos különbség, pedig akár közelebb is kerülhettünk volna hozzájuk, de sok volt az eladott labdánk, és a védekedésünk sem állt össze. A 31 dobott gól dicséretes teljesítmény, ám a kapott 42, az több mint jelzésértékű. Végre van egy ilyen meccs is a szezonban, amikor nem kellett idegeskedni. Igyekeztünk kijavítani ugye az első egymás elleni rossz eredményt a mi szempontunkból. Sikerült, és szerencsére azért viszonylag hamar el tudtuk dönteni, úgyhogy tényleg nem kellett most idegeskedni. Lehet rá számítani egy ilyen mérkőzésen, amikor viszonylag hamar ugye nagy különbség kialakul, hogy hajlamosak ilyenkor a játékosok azért a védekezéssel kevesebbet foglalkozni. Ez így is volt, de azt gondolom, hogy most ebből nem kell nekünk messze menő következtetéseket levonni. Az ilyen meccseken mindenki inkább támadni szeret, és minél több gólt lőni, hát ez így volt, de egyefene ez ma belefér. Ez a saját játékunk, próbálunk minden mérkőzésen minél több könnyű gólt lőni. Ma ez össze is jött, úgyhogy nagyon sok van még mindig, meg hát látjuk, hogy hétről hétre azért érdekes eredmények születnek ebben a bajnokságban. Ott vagyunk még mindig, nem csak rajtunk múlik a sorsunk, de igyekszünk minden tőlünk tehetőt megtenni, hogy a végén ott legyünk, hogy feljutást érjen a helyezésünk. Gratulálok az Egernek, mert szerintem teljes mértében revansot vettek az ottani elhullatott egy pontjukért. Én nem mondanám, hogy vállalható. Én mondtam a lányoknak, hogy ebbe sokkal több volt ebbe a mérkőzésbe, mert attól igen, tudjuk, hogy az Eger ez egy nagyon jó csapat feljutási célokkal, de az, amikor olyanokat látok, hogy nem vetődünk a labdáért, meg harcosabb az ellenfél, mint mi itthon, attól az elszomorít. Megvan ez az ok, egyrészt fiatalok vagyunk, a másik, mert nem tudjuk elhinni, hogy igenis lenne keresnivalónk, már az első fél időben is. A másik fél időben már közte 10, nincs teher, ott már azért már gördülék egy embernek a dolgot, de ez is csak szélső tapaszok, amivel tudunk építkezni. Voltak jó játékok, a szép játékok, de most már ennyire voltunk képesek. Nagyon sok gólt kaptunk, ebből fakadóan mi is sokat lőttünk, mert azért volt tempója, mert nagyon sok támadás volt. A védekezésünk odaszív kell, az, ami nem volt meg, ma úgy érzem. Ami mondjuk előző héten Kispesten, amikor fele ennyien voltunk, vagy negyed ennyien, ott tényleg olyat küzdöttek a lányok, hogy öröm volt nézni. Ma egyszerűen nem tudom, egyszerűen lehet a vasárnappal van baj, vagy nem tudom. De ezen változtatnunk kell, és másképp kell belenni ezekbe a mérkőzésekbe. Zsemberivel gazdagodtunk. Mondhatom, igen, szóval nekünk a Bencsi Bolya meg a Zsemberi Zora azért nekünk nagy segítség. Mindkettőjük egyrészt lejön úgymond a teher azokra a játékosokra, akik többet játszanak a szezonban, itt a Panka, Fanni, Tündi, akik úgymond az ifibe is kell bizonyítaniuk. Nagyon nagy segítség, nagyon nagy tehetségek, nekik ez egy nagy lehetőség. És tényleg nagyon nagy köszönetet tartozunk a Békés Csabának, hogy tényleg ide adták nekünk, és tényleg tudnak nálunk játszani és segíteni nekünk.
Én próbáltam minden tőlem tehetőt megtenni, mind a lányoknak is inkább passzolni, és saját zicsereket is kialakítani, illetve átlövésekkel is segíteni a csapatot. A Békés-Habályoktól jöttél kölcsönbe? Igen, igen, tőlük jöttem NB1-ből, és ifi korosztályú vagyok, úgyhogy még ifibe is játszok, illetve NB2-be is. Hogy pirod? Hát elég nehezen, mert most jelen pillanatban nagyon kész vagyok, mert 4 nap alatt 4 meccsem volt, úgyhogy már jól esne egy kis pihenés. Hogy érzed magad Kecskeméten a poszton, meg egyébként? Igazából nagyon tetszik a város, volt már olyan alkalom, hogy átjöttem és 2-3 órát csak úgy sétálgattam a városban, nagyon szép város. A csapat nagyon kedves, nagyon gyorsan befogadtak, igazából a nevekkel még kicsit bajban vagyok, de úgy gondolom, hogy jól megvagyunk a lányokkal. Ez így évközben jött ez a felajánlás, hogy sokkal több játék lehetőséghez jussunk mind a ketten, és éltünk vele, és reméljük, hogy minél többet átjöhetünk és elengednek minket. A Kecskemét legközelebb április 1-én a 7. helyzet 22 pontos Algyőz látogat el a következő mérkőzésre. Köszöntöm vendégünket, Erki Milánt, a Héprőpke nőröpöldő csapatának vezető edzőt, és köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Debrecenben jártatok, ez volt a második mérkőzés, a rájátszás második mérkőzése. Ez nem úgy sikerült, ahogy vártuk. Köszönöm szépen a meghívást, először is. Illetve, hát, hogy mondtál, hogy nem így vártuk. Ez egy jó kérdés, hogy vártuk egyáltalán ezt a mérkőzést. Túl nagy tétje nem volt ennek a mérkőzésnek, azt tudtuk, hiszen az alsóházba kellett folytatnunk ugye a rájátszást. Ilyentől kezdve a feljutás az első osztályban nem volt lehetséges. Itt ugye szépíteni lehetett volna az évnek a zárását, úgyhogy az alsóházi bajnoki címet megszerezzük. Ezt annyiban nehezítette a körülmények, annyiban nehezítették a dolgunkat, hogy ugye egy napra esett az U20-as forduló, illetve a felnőtt forduló is, és több beteg, illetve családi okok miatt távol lévő játékosomat is nélkülöznöm kellett tegnap, így heten tudtunk elutazni a mérkőzésre, libero nélkül játszottunk. Ehhez mértem, viszont azt gondolom, hogy majdnem a maximumot kiúztuk a mérkőzésből. Tudtuk nagyjából, hogy mi fog történni a túloldalon, ismerjük már őket, nyertünk el, 3-0-ra veszítettünk, 3-0-ra. Tudtuk, hogy mi az, amire számíthatunk, és ez egy első szett vesztése után ugye szépen vissza tudtunk jönni. 2-1-es vezetésnél a negyedik szettre úgy fordultunk, hogy pontosan elmondtam a lányoknak, mi fog történni ebben a szettben, hogyha 3-4 ponttal el tudunk lépni, ott túloldalon össze fognak omlani a dolgok. Meg is történt, 7 ponttal vezettünk a szett közepéhez érve. Majd amit még elmondtam nekik, hogy nem, innen nem szabad visszaadni a lelki előnyünket, ezt sajnos nem tudtuk már megvalósítani, és innen ugye 3-2-es vereséget szenvedtünk. Igen, így a második helyen fogunk valószínűleg végezni ugye az alsóházban, ettől függetlenül a tegnapi mérkőzéssel maximálisan meg vagyok elégedve, és aminek nagyon örültem, hogy a lányok nagyon felszabadultak, nagyon jó kedvel játszottak, nevettek, boldogan játszottak, ugye ez volt tegnap az én részemről a legfontosabb. Nagyon kevesen vagytok, nagyon sok a mérkőzés, mit lehet elmondani? Mind a kettőt nyugodtan föl lehet sorolni. Hát alapvetően nem vagyunk kevesen, tehát 16 játékossal indítottuk a szezont, ebből 13-an maradtunk meg, voltak, akik az egyetemi felkészülések miatt, stb. Lemorzsolódtak, de játékos állományban meg vagyunk elő létszámmal. Itt ugye a probléma az volt, hogy a csapatnak a nagy része fiatal, tehát 18 életévét még nem betöltött játékos, akik ugye középiskolában vannak, illetve ugye az U20-as fordulóknak a csapatnak ugye a meghatározott tagjai. Ott is ugye helyt kell állniuk, és ugye a hétvégén úgy döntöttünk Gyurko Sándor edző kollégával, hogy akkor ott kapnak most lehetőséget a fiatalabb játékosaink. Nyáron vetted a csapatot, voltak elvárások, gondolom magaddal szemben is, leginkább ez a legfontosabb szerintem, meg az elnökség részéről is. Hol tartasz, mit látsz, mi lesz a jövő? Ez egy nehéz kérdés, mert rengeteg célt kitűztünk. Magammal szemben szerintem a legkevesebben úgy volt nem vele, hogy majd alkalmazkodom a körülményekhez. Szerintem ez jól sikerült. A legnehezebb része talán az volt, hogy egy elég fiatal gárdával kellett elkezdenem dolgozni. Ez egy 16 és 24 éves között, tehát korosztály közötti lányokkal kell nap mint nap megértetni magamat, és ez azért néhol nehezen megy, főleg ugye amiatt is, mert én sem vagyok sokkal idősebb náluk, és sokszor partner is vagyok a bohóckodásban, vagy éppen a lazaságban. A másik oldalról viszont azért vannak dolgok, amiket nekem is meg kell követelnem, és ezek néhol azért metszik egymást. Ettől függetlenül, aminek nagyon örültem, hogy 3 gárdából állítottuk össze az idei keretet, és nagyon jól összeszoktak a lányok, sokkal hamarabb tudtunk egy olyan stabilabbnak mondható játékot játszani, amit szerettem volna, ez volt talán a szakmai része.
Amit a szervezetépítéssel kapcsolatban kitűztünk, azt hiszem, hogy az volt idén a legnagyobb munkánk. Ott rengeteg mindent újra kellett szerveznünk, új alapokra helyezni a klubnak a működését, együttműködéseket megújítani mind a Kecskeméti Sportiskolával, mind az önkormányzattal, mind a szponzorainkkal, és egy teljesen új rendszerbe átvezetni ezt a klubot, ami azt hiszem, hogy nagyon jól működött. Ennek azt hiszem nagyon pozitív visszacsatolása az, hogy a Kecskeméti Sportiskolával pénteken egy hosszú távra előremutató újabb jellegű megállapodást tudtunk kötni, amelynek keretein belül ugye az együttműködésünk jövőben szakmai jelleggel sokkal szorosabb lesz, mint az elmúlt években volt. Szeretnénk valamilyen egységes úton egy egységes kecskeméti röplabdát építeni, akár most ugye ez a mi oldalunkról a női vonalat képviselnénk, de ugye úgy nyilván, hogy ez a cél van a Kecskeméti Röplabda Klubbal a férfiak vonalán is. Szakmailag minden jelleggel, illetve azt hiszem, hogy a mindkét klubnak a közös célja az, hogy a kecskeméti női röplabda minél magasabbra emelkedjen. Itt nyilván ugye anyagi vonzata nincs a kettőnek, mert ugye két külön egyesületről, két külön klubból beszélünk, de itt a játékosoknak az elosztása, az áramlása, stb. Ez beletartozik ebbe az egész együttműködésbe. Most a legnehezebb megtartani játékosokat, hogy álltok ez ügyben? Mert 16-21 év, nagy változások jöhetnek a lányok életében. Igen, ez a kulcs kérdés az én fejemben is már azt hiszem, hogy október-november óta, mert láttam, hogy a lányok szinte fele érettségi közelben jár. Azt hiszem, 6-an érettségiznek most ebben az évben. És hát a magam példájából is kiindulva, én is tudom, hogy az egyetem az elég fontos része volt az életem, illetve az azóta is, ugye, mert a főállásom mellett edzősködöm. Én ezt elfogadom, hogy ezek a lányok el fognak innen menni. Most nagyjából ezzel az 5-6 játékos minusszal kell számolnom, így akik érkeznek majd a Kecskeméti Sportiskolából, őket így legalább lesz hova elhelyezni, és nem kell azt mondanom valakinek, hogy jövőre itt vagy ott kell folytatnia. De igen, ez egy elég nehéz kérdés lesz a jövővel kapcsolatban, és erre szeretnék majd valamilyen intézkedést kitalálni, hogy szimpatikus legyen a játékosoknak Kecskeméten maradni. Szerencsére ugye a Neumann-os Egyetem elég jó irányba fejlődik, ugye. Én is ott végeztem, és látom, hogy az elmúlt időszakban még milyen fejlesztések, illetve fejlődésen ment keresztül az iskola. Én azt gondolom, hogy itt néhány éven belül azért szimpatikus lesz a játékosoknak az, hogy itt is maradhatnak Kecskeméten, egy jó egyetemen, egy jó csapatban játszani. Ehhez ugye nyilván majd a jövőben szükségünk lesz nekünk is arra, hogy magasabb színvonalon tudjuk működtetni a csapatainkat, és minél magasabb bajnokságban játszassunk. Ha jól látom, szombaton újabb mérkőzés vár rátok. Igen, szombaton délelőtt 11 órakor játszunk ugye a Kocsispál iskolában. Azt hiszem a sereghajtó érkezik egyébként, ugye a Salgótarján, ott lényegében ott is tudjuk, hogy mire számíthatunk, egy jóval szerényebb ellenállás képviselő csapattal fogunk találkozni. Ettől függetlenül nem szabad őket lebecsülni, hiszen az első meccsen azt hiszem pont így tettünk, és szetveszességben nem is, de 20 fölötti játszmákba beleszaladtunk, és ezt most nem szeretném. Ugyanakkor szeretnék minél több lehetőséget adni a fiatalabb játékosoknak, akik ugye a szezon közben, mikor azért próbáltunk egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni az eredményességre, illetve a felsőházba való feljutásra, akik akkor kevesebb játék lehetőséget kaptak, most szeretném, hogyha többet játszanának. Ennyi hónap eltelte után mondhatjuk azt most már, hogy kicsikét nyugodtabb körülmények közepette tudod folytatni a munkát, mert mondtad, hogy a háttérben is nagyon sok minden meg kellett oldani. Tehát most már a csapat is úgy néz ki, hogy kezed alatt dolgozik, összeszoktatok, tehát talán könnyebb szezont fogtok nyitni. Jövőre? Mindenféleképpen egy jóval könnyebb szezont várok. Egy bizonyos aspektusából a történetnek, itt azért elég sok mindenkinek be kell integrálódni egy új rendszerbe, mind a játékosoknak, mind nekem, és ugye nekünk meg kell szoknunk egymást, ugye, mint játékos és edző, valamint ugye a vezetőség is egy csok új játékos kapott, egy új vezetőedzőt, aki ugye személyemben elég sok mindenbe bele is folyok a klub vezetéssel kapcsolatban, ugye a költségvetés tervezéssel kapcsolatban, stb. Tehát Adriánnal elég sokat dolgozunk ezeken a dolgokon. Jövőre ezek a bemutatkozó körök, úgy mondjam, már nem lesznek meg, úgyhogy azt hiszem, hogy sokkal gördülékenyebben fognak menni ezek a dolgok. Másik szempontból viszont, hogy a szakmai vonalra sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk jövőre. Kettő edzővel fogunk elindulni a felnőtt csapatban jövőre, mert azt hiszem, hogy erre mindenféleképpen szükség van, hogyha komolyabb célokat szeretnénk elérni. A három helyett négy, illetve négy kötőjel öt edzéssel fogunk jövőre edzeni a felnőtt csapatban, és illetve az U20-as csapatot is szeretném, hogyha legalább négy edzéssel készülnének. És még emellett majd a közeljövőben tisztázódni fog még egy-két dolog, amit így az idei évben meghatároztunk így óvatosabb terveknek, amik alakulnak, de ezek még a nyár elejé kérdőjelnek mondanám egyelőre, hogy hogyan fog megvalósulni, de bizakodók vagyunk, hogy elég jó irányba indulunk el, mind csapatügyileg, mind szervezetügyileg. Köszönöm szépen a beszélgetést, sikeres építkezést kívánok! Köszönjük szépen!
Adásunk végén hallgassák meg a sportajánlatunkat. Elsőjén az alapszakasz utolsó mérkőzését játssza az Zalaegerszeg otthonában a Dunaaszfalt DTKH. És másodikán 14-15 perckor kezdődik itthon a Széktori stadionban a KTE mezőkövest első osztály labdarúgó mérkőzés. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra!